Sziasztok! A mai videómban egy különleges anyáknapi ajándék ötletet osztok meg veletek, hogyha elkészítetek édesanyátoknak, biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy örömet okoztok neki. Hogyha szeretnétek még mással is kedveskedni, akkor nézzétek meg, korábban elkészítettem vlog csatornámon egy csoki krémmel töltött eper receptet. Fú, nagyon finom, már összeszaladt a nyál a számban, annyira jól sikerült, érdemes azt is elkészíteni neki, vagy pedig a másik lehetőség, amit erre a lakberendezési csatornámra készítettem el, egy különleges váza ötletet mutattam. Azt is adhatjátok neki ajándékba. Aki követ Snapchaten, az már láthatta, hogyan sikerült ez a boríték fűzér, hogy virágokkal dekoráltam. Hogyha még nem követsz ott, akkor keresd meg, csorban itt a felhasználó név alatt találsz, mindenféle kulisszatitkokat is elárulok ott és megmutatok. Na akkor vágjunk is bele, megmutatom, hogyan készíthetsz el egy szív alakú borítékfűzér. Az anyáknapi borítékfűzér elkészítéséhez szükséged lesz színes papírokra, ollóra, ragasztópisztolyra, kötözőszalagra és néhány művirágra. A borítékfűzér trükkje az lesz, hogy szív alakú papírokat fogunk kivágni, és ebből fogjuk meghajtogatni a borítékjainkat. Ehhez az kell, hogy négyzetes formájú színes papírjaink legyenek, így nekem a téglalap formájúakat még át kellett szabnom, ezt egyszerűen úgy tehetitek meg, hogy az átlója mentén fölhajtjátok a papírotokat, és a leeső részt levágjátok. Most pedig kezdődhet a szívforma kialakítása. Hajtsátok félbe, majd megint félbe a papírotokat. A négyzetes rész egyik felén húzzátok be az átlót, figyeljetek arra, hogy hova esnek a nyitott és a zárt részek. A másik oldalán pedig egy 3/4 körhívet rajzoljatok. Amikor kinyitjátok félig a papírt, akkor egy fél szívformát kell lássatok. Hogyha így vágjátok ki a mintát, akkor pontosan szimmetrikus szívformát kaptok. Az első kivágott szívformát sablonként használhatjátok, de mielőtt az összes színes papírt kivágnátok, ellenőrizzétek, hogy amikor borítékba hajtjátok, akkor pontosan kijön-e a minta. Nekem sem sikerült elsőre, úgyhogy ezt a lépést semmiképpen sem hagyjátok ki. Az üzeneteiteket a szívforma belsejére is írhatjátok, de ha nem vagytok annyira biztos a kézírásotokban, akkor nyugodtan egy külön színes papírra is fölvázolhatjátok az idézetet, vagy kedves szavakat, bármit, amivel szeretnétek meglepni anyukátokat. A boríték hajtogatása egyszerűnek tűnik, de nagyon kell figyelni. Hajtsátok félbe a szívformát, majd a két oldalsó íves részét hajtsátok el majdnem a közepéig. Így két egyenes, függőleges részt kaptok. Ez lesz a boríték két széle. Most pedig a felső íves részeket hajtsátok jó mélyen be, és az alsó csücskét rá. Így alakul ki a borítékunk. Ezt egy kis gyurmaragasztóval nyugodtan rögzítsétek, hogy ne nyíljon szét magától. Kezdődhet a fűzér kialakítása. Bármilyen kötözőszalagot használhattok, én most egy hány szalagot választottam, mert ez egy kicsit rusztikusabb hatású, a borítékjaimat pedig még szerettem volna művirágokkal is dekorálni, és ahhoz tökéletesen passzolt. Mi mással is rögzíthetném a szalagon a borítékokat, mint a jó öreg ragasztópisztolyommal. Szépen egyesével fölragaszgattam őket egymás mellé. Utána már csak a dekorálás következett. Én ezeket a kis cseresznyefa virágokat ragaszgattam rá, amit a Kikában találtam, de természetesen bármivel dekorálhatjátok, matricával is, száraz virággal is, ami éppen tetszik és passzol a színes papírjaitokhoz. Ezt a dekorációt pedig anyáknap reggelén helyezétek el édesanyátok ágyára, komódjára vagy könyves polcára. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog neki örülni. Írjátok meg, mit szólt hozzá. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, nyomjatok egy lájkot, nagyon kíváncsi vagyok, hogy eléri az 1000 lájkot ez a videó. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!